Dévre Szarákháv Tuméroma Eleonor Okseszana Tácsabuná, köszöntöm a Közelebb Roma magazin nézőit. Műsorunk elején nézzük röviden, mit ajánlunk önöknek a következő 26 percben. A Boldogi Népviselet kortárs adaptálását választotta diplomamunkájának Rácz Zsófia textiltervező, aki szereti az anyagok sokféleségét és tapintását. A Pamende október 8-ai adásában a nemrégiben megrendezett Jelenlét Nemzetiségi Színházi Fesztiválról láthatnak egy kis filmet. Műsorunk végén megmutatjuk, hogyan készültek az iskola kezdésre a Tisza püspöki és Győr-Szemerei általános iskolában. Boldogan él boldogon Rácz Zsófia textiltervező, hiszen azt csinálhatja, amit megálmodott. Nemrégiben egy filcből készült függőágyat tervezett, amely a Szőnyeg Tervezők Társasága által kiírt pályázaton az első díjat hozta el. Zsófi tervei között szerepel egy saját vállalkozás elindítása is, de előtte még szeretné elvégezni a divat és textil tervezés mesterkurzusát is. Zsófi, most boldogon vagyunk, ahol születtél, és itt is nőttél fel. Milyen volt itt a gyerekkorod, a sulis éveid? Jó volt, nagyon szeretek itt élni. Nagyon nyugis környezet van, nem olyan, mint Pest. És a suli hogy ment neked? Jól ment, nagyon. És milyen tantárgyakat szerettél a legjobban? Szerettem a rajzot, de szerettem a matekot, fizikát is. És már akkor eldöntötted, hogy milyen irányba fogsz majd tovább tanulni? Akkor még annyira nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni. 60-ban Bajzában tanultam tovább, ami egy sima gimnázium, és hát igazából én ott matek-fizika tagozaton tanultam. De azért te inkább ilyen művész, lelkületű ember vagy. Igen, mindig is szerettem az ilyen kézműves dolgokkal foglalkozni, és azért is gondoltam ilyen 11. környékén meg, hogy inkább valami művészettel kapcsolatos dolgot szeretnék tanulni. Engem mindig is érdekelt a divattervezés, és hogy milyen jó lenne azt tanulni, vagy azzal foglalkozni. És akkor elmentem a Metura, ahol kézműves tárgykultúra szakra jelentkeztem, és hát ott lényegében nem csak divattervezést, hanem textiltervezést, meg kiegészítő tervezést is tanultunk az első évben, és utána annyira megtetszett nekem a textiltervezés, hogy végül azt választottam. Zsófi, itt van a családi házatok. Ezt a szüleid építették. Igen, ők. Rendben van, jó kis takaros ház. Akkor szeretsz itt lakni? Igen, nagyon szeretek. És a kertbe ki szoktál jönni, így tervezgetni, hogy ötletelni, rajzolgatni? Hát inkább, amikor jó idő van, így tavasszal, ősszel szeretek kint lenni. Ugye már volt egy verseny, jól tudom, és mi volt ez, amire beneveztél? Hát ez egy pályázat volt. A Magyarországon még egyetlen egy olyan cég van, aki filcet gyárt, a Multifelt Factory, meg van egy olyan társaság, hogy Szőnyeg Tervezők Társasága, és akkor ők közösen írtak ki egy pályázatot, amiben az volt a cél, hogy így a dizájnerek körében népszerűsítsék a filcanyagot, és akkor, hogy bármit lehetett tervezni, csak az volt a lényeg, hogy filcből legyen. Terveztél egy függőágyat. Igen. Azt elbíráltak, gondolom, különböző zsűritagok. Így van. A végeredménye. És akkor az én ötletem nyert. Ez most a nyár végén volt látható a 4. Ragart Festen, Török Bálinton a Max City-ben. Ez ugye már egy hatszög, egy kicsit nyújtottabb hatszög, ami ugye egy sima házikó forma, így megtükrözve. Először, amikor kísérleteztem, csak ilyen kis madzagokkal, meg ilyesmikkel fűztem össze, és először nem is filccel, hanem papírral. Aztán jött a filc, ez egy kicsit vastagabb, egy 3 milli vastag filc, illetve a kötél, az pedig juta kötél. Ez is egy ugye természetes kötél. A filcről arról azt kell tudni, hogy ez egy jó környezetbarát anyag, tartós, lebomló. Hány darabból áll egy ilyen kis minta? 4 alapelem ad ki egy ilyen formát, körülbelül ilyen 400 darab alapelemből áll össze. Ez juta kötél. De akkor gyorsan
megoldottad ezt a feladatot? Hát ez a kivitelezési része volt, ami egy hét, de egyébként meg hát több mint egy fél évig dolgoztam rajta. Kipróbáltam én is, ez Zsófi szerinted? Persze, igen. Mi volt itt a vélemény a Zsófiról, amikor elkezdett csinálni? Mi úgy voltunk vele az anyja is, amit akar, azt csinálni. Akkor nem erőltetted semmit? Ne, az volt a lényeg, hogy iskolába járja, menjetek, olyat csináljon, amit szeret csinálni. De két lány van neked. Aha. Ezt nem a Zsófira nem elértettük, ő divattervező akart lenni első perctől fogva. Én Pécerről jöttem ide. Pécerről jött ide. Pécer. Szerelem idehozott. Igen, az a szerelem első látásra. És akkor nektek két lány van. Két lányom van, igen. Kisebbik is, hát ő választotta azt, amit csinál, de még nem tudja, mi lesz. De. A Gazdaságegyetemre jár Pestre, az idén fog majd diplomázni, most írja a diplomamunkáját. Nagyon ügyes lánya. Igen, hát megvan a kisebbiknek két nyelvvizsgálja van. Hát támogassuk őket, amire bírjuk. Mit szólt ahhoz, hogy fődíjat megnyerte a lányod? Nagyon örültünk neki, meg ő is nagyon örült, az anyja is örült. Bizakodunk, hogy lesz bőle valami. Mikor lenni így elégedett a lányok életére? Én most is elégedett vagyok velük. Már tényleg ügyesek, nem csavarognak, maguktól tanulnak, nem kell őket noszogatni. Hát ők olyanok voltak, ha nem tanultak, meg általánosban is, nem tanultak, meg véletlenül leckét valami, nem ment el iskolába. Itt van fönn a kis kuckó, Zsófi? Igen. Akkor jövök utánad, jó? Mit dolgozgatsz? Igen. Zsófi, házon belül ez a kis birodalmad, az ilyenkor elvonulsz és csöndbe tervezel? Vagy hogy szoktad ezt csinálni? Hát legtöbbször igen, vagy van, hogy zenét hallgatok esetleg közben. Mi az, amit legutóbb csináltál, megmutatod? Például lehet látni, hogy ez volt például a kiindulási alapelem, és akkor ebből a kísérletek, és akkor ugye eljutottam aztán ez a hatszög forma, és akkor ebből... a végleges. Igen, és akkor ebből készült kísérletek. Végre mindjárt már elégedett voltál, vagy sose vagy elégedett? Még nem vagyok teljesen elégedett. Egyébként azért büszke vagyok, tehát, hogy ezt így összehoztam, szóval ez nagyon király, de hát lenne rajta egy csomó fejleszteni való ezen a függő ágyon. Zsófis, itt a kötélnek a csomózását is meg kellett itt tanulnod, hogy? Hát igen, utána kellett olvasnom, utána kellett kutatnom. Ott az a könyvek, hogy látom azok is, ugye? Igen. Benne van az a csomó, amit mondjuk meg kellett tanulnod? Azt hiszem, benne van. Ő volt az. Igen. Mondjuk ezen meg tudod mutatni, hogy működik, vagy hogy milyen technikával dolgoztál? Hát igen, ezt meg tudom. Ez csak egy nagyon egyszerű alapcsomó. Ez szuper lett. Ez már nem oldódik ki. És a Zsófi, a diplomádban mi áll benne, hogy mi vagy te tulajdonképpen? Hát textiltervező. Zsófi, ott a jobb sarokban az a diplomamunkád, ugye? Igen, itt és ez a... És mit kellett megalkotnod? Én Boldognak a népviseletét választottam diplomamunkának. Készítettem mintaterveket, meg szőttem ilyen kísérleti textileket, ami jól lehet... például ilyen lakás textileknek különböző. Ilyen nappaliban? Ilyen? Hát igen, igen, például ilyen kárpit szövetnek, vagy függönynek. A régi motívumok, de modern formában felhasználva. Így van, így van. De magát a motívumokat is átdolgoztam. Akkor neked szövő széken is kell tudni dolgozni? Igen, igen, tanulunk szőni a suliban. Meg szitázás, akkor monotípia, hőprés. Egy 10 év múlva a szakmai életedben, meg magánéletedben milyen Zsófit szeretnél látni? Hát szeretnék sikeres lenni a szakmában, ez egy ilyen nagy cél, ebben dolgozok, és akkor ebből meg tudjak élni. Hát nyilván szeretnék családot, már 10 év múlva jó lenne. Ha ránéznek egy ilyen munkára, akkor tudják, hogy ez a Rász Zsófi kezeműve. Igen. Hát legyen így. A Jelenlét Fesztivál a magyarországi nemzetiségi színjátszás seregszemléje.
A rendezvényről készült kisfilmünket a Pamende október 8-ai adásában láthatják itt a Duna TV-n. Most nézzünk meg egy rövid ajánlót a filmből. Odaértünk. Oda. Oda. Ide. Jó, akkor ide. Ez az? Ez ám. Hú, mekkora! A Karaván Színház egy tehetséggondozó szervezetként jött létre 2000-ben, nyári Oscar kezdeményezésére, és vezeti ezt az alapítványt, nyári Oscar színművész. A jelenlét a Nemzetiségi Színházi Találkozó, ez számotokra is egy kiemelt esemény? Abszolút, és nagyon is hálásak vagyunk, hogy ez mindig ilyen nívós körülmények között itt a Nemzeti Színházba valósulhat meg, ez egy kisebb csoda szerintem, és nagyon, nagyon is a nemzetiségeknek a fontosságát, vagy a nemzetiségek kultúra ápolásának a fontosságát mutatja szerintem. Nem, ez a mi fánk. Igen, hát mi már rég itt voltunk, meg itt értünk ezen a környéken. Persze, 100 000 kilométerre innen. Milyen 100 000 kilométerre? Ti meg mit civakodtok itt? Nagyon örülünk neki, hogy a szakma így a berkeibe fogadott bennünket, és terelget megfelelő irányba, és ez is, ez a jelenlét fesztivál is egy nagyon nagy lehetőség a számunkra, hogy megmutassuk azt, hogy milyen tehetség van a fiatalokban, a roma fiatalokban, és azokban a gyerekekben, akikkel foglalkozunk és képezzük őket. A bambu, hát te kell lesz! Iza urátú minden estű! A gyermekünkkel egy. Legfeljebb majd Paladinnak becés. Egy házasságban is, amikor két különböző nemzetiségű ember köti össze az életét, és a gyerekek már keverékek lesznek, ami megint egy másik történet, hogy a gyerekek ezt hogy dolgozzák fel, a szülők hogy tudnak velük kommunikálni a származásukról, az identitásukról, nagyon komoly probléma. Borzasztó, nehéz, súlyos történet, amik egy ilyen családban zajlanak. 25 évente meg szokták újítani a házasságot. Kolompár Klára. Leszel megint a feleség. Jesszus! Újabb 25 év! Legalább! Akár Magyarországon is? Egyetlen! Műsorunk végén megmutatjuk, hogyan készültek az iskola kezdésre a Tiszapüspöki és Győr-Szemerei általános iskolában. Mindkét településen nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok a hátrányos gyerekek felzárkóztatására, és arra is, hogy megújult környezetben tanuljanak a diákok. Igazgató úr, mindjárt kezdődik az idei tanév. Mennyi első osztályú gyerek lesz itt önöknél? 18 első osztályosunk iratkozott be, így az iskola összlétszáma 151 fő lesz. Úgy néz ki, hogy bíznak a szülők bennünk, és ide merik íratni a gyermekeiket. Láttam, hogy már a tankönyvek készenlétben állnak, minden adott a tanévkezdéshez? Minden időben megérkezett, mindent ki vannak porciózva, minden osztályra külön raktuk a tankönyveket. Első nap szoktuk kiosztani, akkor kapják meg a tanulóink. Ugye az Országos Roma Önkormányzat fenntartása alatt működik az iskola. Minden anyagi szempontból, technikai szempontból akkor rendben van most. Abszolút. Igazából azt mondhatom, kistafírunk gazdag bennünket, nem szenvedünk semmiben sem hiány, tehát mindent be tudunk szerezni, meg tudunk vásárolni, amire szükségünk van. Tehát az oktatás minősége azon nem múlhat, hogy nekünk nincsenek meg az eszközeink, vagy nem olyan minőségűek az eszközeink. A pedagógus létszám is megvan ehhez? Vannak hiányaink, országos probléma, itt is van, keresünk a megoldást. Vannak gondjaink, tehát nem tagadom. Matematikából a tanárnő elment nyugdíjba, de ha letölti a felmentési idejét, akkor ígérte, hogy visszajön és tovább fog tanítani. Olvasd fel, nézzétek fel! Halló, Bihársu, ich heiße Fabio. Jó, Fabio-t hoztad. Noch eine? Még egyet? Hanyadékos gyerekeknek tartó volát?
Hetedikeseknek. Német óra zajlik most. Igen, német óra. Csak... Többnek is a rokonja már kint van Németországban és Ausztriában, és akkor ez egy ösztönző erő lehet számukra, hogy minél jobban tanuljanak idegen nyelvet. Nagyon ügyesek, többnyire szeretik a nyelvet, hát egy kicsit ösztönözni és motiválni kell őket. És szerintem miért jó, hogy idegen nyelvet jól elsajátítani? Szerintem sokra lehet vele jutni. Többet lehet vele elérni. Én Münchenbe szeretnék menni pincérnek. A gyerekek most már azért megkapnak itt mindent önöktől, jól tudom, a bicikliket is kapnak most, vagy? Tavaly évben vettünk egy osztálymennyiségű kerékpárt, kerékpár túrára járnak vele a gyerekek. Kollégáktól az a visszajelzés érkezett, hogy az alsóbb évfolyamosoknak nem felel meg, mert nagyok ezek a kerékpárok, úgyhogy az idejében szeretnénk kisebbeket is, ilyen 24-es körüli kerékpárokat is szerezni, hogy a kicsik is mehessenek, tehát gyakorolhassák ezt a fajta tevékenységet. Nagyon élvezik, újdonság, és nagyon sok gyereknek a faluban nincsen kerékpárja, sőt a családoknál nincsen kerékpár. Nyáron volt esetleg arra lehetőség, hogy táborozzanak a gyerekek, vagy nyaraljanak valahol? Nem voltunk az idén táborban, jövőre már tervezzük, kollégákkal egyeztettünk. Hát, hogy mi sikerül belőle, azt majd meglátjuk. Szerinted miért jó az iskola? Hát azért, mert itt a tanárok is jók, meg itt minden jó. Jöjjön ez a írás nevezetes! Ádám. Mivel foglalkoznak most, milyen óra zajlik? Néptánc, a mindennapos testnevelés keretében lehetőség van arra, hogy az elsősök, meg a másodikosok, ők a másodikosok, heti két órában, tehát az ötből kétszer néptánc, népi gyerekjátékkal ismerkedhetnek. A magyar néptánc alapjaival foglalkozunk, de a iskolai lehetőségeket látva ugye több a roma származású gyerekünk, úgyhogy próbáljuk a cigánytánc alapjait is, meg az énekeket, dalokat megtanulni. Hát azt jobban szeretik. Milyen táncot tanultatok eddig? A cifa, azt is tanultuk. Ugrós táncot? Amit neked mondtam volna, a cifa. Eljárjunk egyet? Ja, bizony is itt a tére megy a villamos. Arra jár a kis Mariska, jöjj! Keres egy pár! Kicsap, csapogán, kanári madár! Most még tervezzük azt is, hogy tableteket veszünk, és egészen első osztálytól kezdve, a legkisebbekkel kezdve elkezdjük őket bevezetni az informatika világába, hogy amikor oda jutnak, akkor esetleg önállóan is, vagy önállóban is tudjanak kommunikálni a pedagógusokkal. Akkor egy hosszú távú befektetés, jó pedagógusok vannak, jó eszközök. Így van. Már csak a gyerekeken múlik minden. Gyerekeken, így van, gyerekeken, családokon, szülőken, így van. Rajtunk nem fog múlni, ezt ígérhetem. A Győr-Szemerei általános iskolához jöttünk, ugye készültök ti is a megnyitóra. Igen. Milyen év kezdése lesz a gyerekeknek? Hát nálunk itt Győr-Szemerén elég érdekes, mert hogy felújítás alatt áll az iskola, ami nagy öröm számunkra, mert hogy ez már régi vágyunk volt, hogy megújuljon mindkét épület. Még nem fejeződtek be a munkálatok, egy ütem már kész van, a következő előtt állunk, viszont az évet el kell kezdeni. Ide jellemzően győrszemerei diákok járnak, akik Győr-Szemerén is laknak, és hát ez egy 1958-ban épült épület, a másik az kicsit újabb, az a 70-es évek elején készült, de hát azért az életkora nyilván megvan ahhoz, hogy most már a felújítása időszerű, és egy uniós projektből ez hál' Istennek megvalósult. Na, hát
Hát látom, hogy itt már azért az utolsó simítások folynak, ugye? Igen, itt a tanév kezdés előtti, hogy látod, mindenki besegít. Ide roma és nem roma gyerekek, gondolom, vegyesen járnak. Természetesen, itt integrált oktatás. Igen, integrált oktatás folyik. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen előnyös felállás, így optimális osztálylétszámokkal dolgozunk. Mit kaphatnak az idejáró gyerekek? Egy befogadó közösséget kapnak. Igyekszünk számukra különböző programokat biztosítani. Így volt ez a nyáron is. Több tábort szerveztünk számukra, különböző tematikájúakat, a néprajzitól a sporttáborig, de említhetném a tanodát is, akik bentlakásos táborral támogatták ezt a fajta közösségi létet. Hogyha az iskola felszereltségéről kellene beszélni, akkor mit mondanám? Hangsúlyt fektetünk a korszerű technikai fejlesztésekre is, hangsúlyt fektetünk az iskola bútorokra, mobil legyen, hogy csoportot tudjunk egy órán alakítani, a sportolási lehetőségre gazdagodtunk egy műfüves pályával, ami eddig nem volt, de két tornacsarnokunk, egy tornaszobánk és egy tornacsarnokunk is van. Én azt gondolom, hogy egyre többen szavaznak bizalmat a Győr Szemere iskolának, és nem mondhatom, hogy nincs olyan település része, ahonnan ne járna ide kis gyerek, mert mindenhonnan jár. És látom ugye az iskolai könyvcsomagokat. Igen. Ha jól tudom, akkor ma fogod kivinni egy-két családnak, igen, ugye? Igen, tervezem. Biztos, hogy nagy öröm lesz, mert hogy ez is egy a fenntartó által biztosított forrásból, uniós forrásból. Vannak családok, meg vannak gyerekek, akik megkaphatják ezt a tanszercsomagot. Azt gondolom, hogy ez nagy segítség a családoknak. Látom, megérkeztünk. Igen. Ugye? A Szunyog családhoz érkeztünk meg. Szervusz, szép jó Marika. Napot kívánok! Jó napot kívánok! Szunyogné Marika, tessék jönni. Ezt nektek hoztam. Nagyon szépen köszönjük. Iskolások kapják, aki az Iván és a Vanda. Én hoztam a többieknek is, mert hogy itt vannak még unokák, akik vagy itt laknak, vagy ide szoktak jönni a nagymamához. Megnézed a könyveket? Megnézed? Miket kapszál? Mennyi nézd meg. Itt nyáron egyébként, vagy a pandémia ideje alatt a gyerekek hogy tudtak tanulni? Van itthon számítógép, számítógép vagy tablet? Sajnos nincs. Az Ivánnak hozattam egy tabletot, egy nagyobb méretűt, hogyha online oktatás lesz, akkor jobban tud tanulni, mert több mindent fog rajta látni. Hány gyereket kell most beiskoláztatnia itt szeptemberben? Most kettőt. Mi mindent kellett még megvenni? Nagyon nehéz. Hát még mondhatom azt, hogy még minden nincs is meg. Iskolatáska kellett új? Hát ugye a Vandának természetesen, mivel első osztályba megy, az Ivánnak tudtam venni olcsóbban. Ildikó, te hogyan látod, hogy azért a gyerekeknek van jövőképe, tehát akarnak tovább tanulni? Én azt gondolom, hogy ahol család van mögöttük, ahol támogató család van, ahol a családnak van jövőképe, ott a gyereknek is van. Meg ha a tudás fontos, hogy az iskolában az nem huszadrangú szempont, hogy sikerült a felmérő, hanem az tényleg téma, hogy sikerült, és hogy hú, javítottunk, mert tudom, hogy voltak gondok. De amikor, hát te voltál, kívánt. Voltak gondok, igaz? Matekban gond, és még irodalomban. Igen. Magyar nyelv az nyilván ment. Igen. Olvasás az nem annyira. Először. Először. Aztán mi lett a gondokkal? Megjavultak. Polgármester úr, itt a gyerekek vagy a fiatalok mennyire ragadnak meg így Győr Szemerén? Hiszek azért valamennyire az iskola és a helyi intézményrendszer megtartó elejében, azonban a tapasztalat azt mutatta hosszú éveken keresztül, hogy ha valahol van munka, akkor oda megy. Ha a Szemerén nem talál munkát, akkor sajnos igen, elmegy a közeli városba, és ha egyszerűbb ott az élete, akkor ott marad, vagy mondjuk házasságok születnek, és a házasságok azért viszik el valamilyen irányba az embert, és az nem biztos, hogy Győr Szemerén van. Győr Szemerén az a jellemző, hogy évek óta
növekvő a lakosság száma, jelen pillanatban 3400 lakos van Győr-Szeberén, és rengeteg a betelepülő. Hát azt látom azért, hogy épül, szépül itt a falu, ugye az iskolában is felújítások vannak, és az iskola mellett is talán most épül egy új közösségi ház, vagy intézmény, jól mondom? Igen, itt sétálunk el mellette, ez az az épület, ami közösségi házként a Magyar Falu programból támogatott. Mi a cél, polgármester úr? Mit szeretne látni a jövőben, hogy itt megvalósuljon a falu életében? Nyugodt, kiszámítható életet tudjanak itt élni az emberek. Ha dolgoznak, akkor megtalálják a számításukat, és azokat az intézményrendszereket, amelyeket egy ilyen méretű önkormányzat biztosítani kell, azt biztosítani tudjuk. Értem, ez alatt van védőnői ellátásunk, gyermekjóléti ellátásunk, bölcsödénk, óvodánk és általános iskolánk. Tehát magyarán a gyermek születésétől egészen a 14 éves korában, amikor középiskolába kerül, azt a helyi önkormányzat biztosítani tudja neki orvosi ellátása, a gyógyszertáv, és ezt is hozzátenném. Tehát minden megvan a helyben, ami szükséges ahhoz, hogy ők boldogan éljenek.